Kaposvári József cipészmester 1977. március 1-én született, és nem élhette meg a 40. születésnapját, mert tragikus hirtelenséggel ment el közülünk. Nyomot hagyott. Ha most itt lenne, még nevetne is, mert azt mondhatnánk, lábnyomot hagyott maga után. Számos lábbeli javítása után, mert a Schuster munkája ez, talált rá egyéni stílusára, amitől kaposvári lett a cipő. Tanult nagymesterektől, és jól vizsgázott. Elérte azt, amit mások nehezen, akár egy dupla ennyi élethosszal sem. Mert egy egész ország siratja őt, nem csak lakhelye, Makó. Köszönhető ez annak a tehetségnek, ami nem csak szájról szájra terjedve, de nevessé, híressé tette őt. A sztárok cipésze lett, és marad már az örökké valóságnak. Közvetlen stílusának és baráti mosolyának köszönhetően még az is kedvelte, aki nem tudott nála csak egy cipőjavítást rendelni. Mindent bevállalt, és nem hagyta, hogy a cipő talpalatlan vagy lyukas maradjon. A celebek cipésze nem csak a hírességek miatt volt mestere a szakmájának, hanem mert sokan nem tudták, de ortopéd cipészmesterként is a helyén volt. Sok gyerek is örülhetett, hogy nyáron színes kaposvári szandában futhatott a strandra. Készített cipőt zenészeknek, színészeknek, tévés személyiségeknek. Mezőmisi, Szentpéteri Csilla, Jakubcsek Gabriella, Karamell. Ők vitték tovább a hírét, és mutatták be fellépéseik alkalmával munkásságának gyöngyszemeit. Tervei voltak, álmai, és mindig valamin dolgozott. Számos elképzelése csupán a hazai bőrkínálat hiányosságai miatt nem valósult meg. Most tőle búcsúzunk, attól, aki azt hirdette saját sorsán keresztül, mennyire nem szabad a feladás és a megalkuvás. Legyen hát példa ő azok számára, akik még hisznek az értékteremtésben, ami a manufakturális működést jelenti. Hisznek a magyar ügyességben és a régi, hagyományos mesterségben. Legyen példa azoknak, akik a szakmájuknak ezt a nehéz, de szép és értéket teremtő mesterségét választják, és beállva a nagyobb nevek mellé lesznek majd egyszer kaposvárihoz méltók. A könnyek egyszer felszáradnak, a cipők talpai lekopnak, a varrás megbomlik, de az, amit Józsi keze készített, érték marad. Mindenki, aki kapott vagy vett tőle egy lábbelit, őrizze meg, mert egyedi kincset hord. Olyat, amiből már soha több nem készülhet. És ez a legfájóbb, ami elmondható. Nem készülhet. A kalapács pihen, a varrógép áll, a szabászkés, olló az asztalon fekszik. A mester hiányzik mellőlük, mellőlünk is. Isten veled, kaposvári Józsi! A mosolyod, a hangod és a mesteri munkád örökre velünk marad.